Szijjártó Péter ma összesen 49 milliárd forintnyi beruházást jelentett be Miskolcon, Szombathelyen, Székesfehérváron és Dunaharasztiban. Ezek együtt 533 új munkahelyet teremtenek országszerte, valamint 260 már létező magyar állást védenek meg. A négy beruházáshoz a magyar állam több mint 13 milliárd forintnyi támogatást biztosít. A jármű ezen belül is főként az elektromos autóiparba áramlik be mostanság a legtöbb működő tőke. Ennek is köszönhetően csak nem 10 éve, 2014 óta a koronavírus miatti megtorpanást kivéve minden évben sikerült megdönteni a beruházási rekordot. Még tavaly ez 6,5 milliárd eurót jelentett, idén ez meg fog duplázódni, ami megalapozza a következő évek GDP növekedését. Ehhez járul hozzá, hogy a dél-koreai LG és a kanadai Magnum vegyes vállalata Miskolcon hozza létre első közös európai gyárát. Az óriás cég vezetőivel a fejlesztés részleteiről tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter. Ami már biztos, hogy a 20 milliárd forintos beruházással, amit a kormány több mint 6 milliárd forinttal támogat, 200 új munkahelyet hoznak létre. Az LG Magna itt Magyarországon kezdi el gyártani azoknak az elektromos autókhoz használatos invertereknek és fedélzeti töltőknek a gyártását, amelyeket aztán a legnagyobb európai autógyártó vállalatok számára fognak értékesíteni. Ez pedig a világ egyik legnagyobb elektronikai termékeket gyártó vállalatának, a TDK-nak a szombathelyi gyártóközpontja. Ezek a felvételek 3 éve a járvány berobbanásának évében készültek, amikor a japán cégnél bejelentették, több mint 4 milliárd forintért új gyártósort hoznak létre, hogy kielégítsék az elektromos autókba való elektronikai termékek iránti folyamatosan növekvő igényeket. Most pedig egy zöld beruházást hajt végre a távol-keleti vállalat, amely napelem parkot hoz létre 3,5 milliárd forintért saját energia szükségletük biztosítására. A beruházás felét az állam állja. Lassan másfél évtizede, hogy útjára indítottuk a keleti nyitás kezdeményezésünket, amelynek egyik célja az volt, hogy az egyre megerősödő keleti vállalatok a beruházásaikról szóló döntések során Magyarországot kiemelt helyen kezeljék. Ez már a sikeressé vált. A keleti nyitás egyik fontos pillérét jelentik a japán-magyar beruházói kapcsolatok. A japán vállalatok Magyarországon a 9. legnagyobb beruházói közösséget alkotják. Ilyen keréktárcsákat gyártanak majd az amerikai tulajdonú Haumet Köfém Kft. Új csarnokában, amelynek alapkövét most rakták le Székesfehérváron. A beruházás 17 milliárd forintba kerül, a költségek mintegy harmadát az állam állja. Az új üzemmel együtt 80 új munkahelyet is létrehoznak. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok kiválóak, amit a székesfehérvári beruházás is megerősít. Magyarország és az Egyesült Államok általános kapcsolatrendszerét, együttműködését vizsgáljuk, akkor minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy azoknak a legjobban működő része a gazdasági, kereskedelmi és beruházási együttműködésünk. Az amerikai vállalatok Magyarországon a második legnagyobb beruházói közösséget alkotják, tehát a legnagyobb Európán kívüli beruházói közösség. Már a Coca-Cola új dunaharaszti üzemében járunk, ahol Szijjártó Péter a beruházások fontosságáról, a magyar gazdaság teljesítményére gyakorolt hatásáról beszélt. A miniszter azt mondta, a külföldi beruházók folyamatosan növelik kapacitásaikat, és egyre modernebb technológiát alkalmaznak a termelésben, mint ahogy teszi ezt az amerikai nagymúltú üdítőitalgyár is. Nem véletlenül kötöttük meg az első stratégiai együttműködési megállapodásunkat a Coca-Colával, és nem véletlen, hogy az első megújított stratégiai megállapodás is önökkel jött létre. Mi úgy látjuk, hogy az önök működése önmagán túlmutató jelentőséggel rendelkezik, és nem csak azért, mert 17 ország exportpiacain ott van a magyarországi Coca-Cola termék, hanem azért is, mert mindezen termékek előállítása során az alapanyagoknak mintegy 2/3-át magyarországi forrásból vásárolják, tehát az önök nagyvállalati sikere a magyar kis- és középvállalkozások sikerét is jelenti. A most átadott üzemre csaknem 9 milliárd forintot költöttek, ennek eredményeként másodpercenként
10 palac Coca-Colát készítenek el, így a vállalat gyártókapacitása 30%-kal nő. Szijjártó Péter kedden összesen 49 milliárd forintnyi beruházást jelentett be Miskolcon, Szombathelyen, Székesfehérváron, valamint Dunaharasztiban, amelyek 533 új munkahelyet teremtenek országszerte, valamint 260 már létező magyar állást védenek meg. Ezen 4 beruházáshoz a magyar állam több mint 13 milliárd forintnyi támogatást biztosít.